Friedrich de la Motte Fouquet Undine Radványi Ernő fordítása Undine, drága tünemény! Mióta régi krónikákban különös fényedre találtam, hányszor szállt békesség belém? Hogy simult hozzám életed, panaszt suttogva a fülemnek, mint aki félig szende gyermek, félig meg elkényeztetett. Ám halk szavaid azután, hogy hallhassák őket akárhol, arany bevont a kapujából, világgá zengte citerán. Sok szív volt, mely megszeretett, szeszélyes lényed ellenére. Olvasni soknak lett igénye, rólad írt kicsi könyvemet híret fogják majd hallani Undine ismét. A terembe lép be bizalommal betelve, mert nem fogsz szégyet vallani. Köszönts minden nemes urat, de mindenek előtt köszöntsed a kedves némethoni nőket. Tudom, mind szívébe fogad. S ha kérnek, mondd, lovag vagyok, a nőt szolgálom lakomákon, táncban és tornán, citerázom, és érettük kardot forgatok. Sok száz éve lehet már annak, hogy élt egyszer egy jó öreg halász, aki egy este ott ült az ajtaja előtt, és a hálóit foltozgatta. Gyönyörű volt a vidék, amely otthont adott neki. A zöldrét Ahová kunyhóját építette, messzire kinyúlt a nagy tóba. A földnyelv talán annyira szerette a kék színű, csodásan tiszta habokat, hogy minél közelebb akart lenni hozzájuk, vagy a víz nyúlt ölelő karjaival a szép mező, a magas, szélben ide-oda mozgó füvek és virágok, a fák hűsítő árnyéka után. Szerették egymást, és mindkettő gyönyörű volt. Ember persze alig került erre a szép helyre, a halászt és háznépét kivéve. Mert a félsziget mögött vad erdő terült el, amelyet sötétsége, járhatatlansága, csak kísértetek és furcsa lények miatt, amelyek úgy hír lett, benne lakoztak. A legtöbb ember, ha csak valamiképpen lehetett, óvatosan elkerült. Az öreg, vallásos halász, már többször járt benne minden baj nélkül, ha a nagy halakat, amelyeket a szép félszigetnél fogott, a városba vitte, amely nem volt messze a vadontól. A legtöbbször azért esett neki oly könnyen az út az erdőn keresztül, mert csak is istenes dolgokra gondolt. És azon kívül mindannyiszor, ha a kísértetie sűrűbe ért, telitorokkal és hívő szívvel Szent Zsoltárt kezdett énekelni.

Mikor egyik este egészen gyanútlanul ült hálóinál, váratlan mégis rémület szállta meg, amikor az erdő sűrűjéből csörtetést hallott, mintha egy lovas közeledne mind inkább a földnyelvhez. Egyszerre mindaz az átvillant az agyán, amit viharos éjszakákon az erdő titkairól álmodott. Főleg egy óriási, hófehér ember képét látta maga előtt aki folyton különös módon bólogatott a fejével. Amint a halász az erdő felé pillantott, úgy rémlett neki, hogy a lombokon át a bólogató ember megy felé. De gyorsan összeszedte bátorságát, mert meggondolta, hogy még az erdőben sem történt vele soha semmi baj. Így tehát a szabad félszigeten még kevésbé árthat neki a rossz szellem hangosan belekezdett egy szívből jövő imádságba is, melynek köszönhetően teljesen visszanyerte bátorságát, és egyszerre mosolyogva látta, mennyire tévedett. A fehér, bólogató ember hirtelen a rég ismert patakká változott, amely fehér habokat vetve folydogált az erdőből a tóba. A törtetést pedig egy díszes lovag okozta, aki a fák árnyékából a kunyhó felé lovagolt. Ibolya kék, aranyjal hímzett ruhájára bíbor vörös köpeny borult. Aranyszínű kucsmáján piros és viola színű tollak libegtek, arany övére pedig gyönyörű, gazdagon díszített kart volt erősítve. A fehér ló, amelyen ült, Karcsúbb volt, mint a rendes csataparipák, és oly könnyedén lépkedett a pázsiton, hogy a zöldellő fű egy cseppet sem sérült meg patája alatt. Az öreg halász még mindig nem tért magához egészen, jól lehet kezdte belátni, hogy az ilyen szép látványtól igazán nem kell megijednie, és épp ezért barátságosan megemeltek alapját a jövevény előtt, és nyugodtan ülve maradt a hálóinál. A lovag megállt, és megkérdezte, hogy lovával együtt kaphat-e szállást éjszakára? Ami a lovat illeti, kedves uram, felelte a halász. Nem tudnék neki jobb istálót, mint ezt az árnyas rétet, Sem ízesebb takarmányt, mint a füvet, amely itt nő. Téged pedig szívesen látlak vacsorára. És itt is hálhatsz a házamban, amilyen kényelmesen csak lehet nálunk. A lovag meg volt elégedve. Leszállt a lováról, a halásszal együtt levették róla a kantárt és a szerszámot, azután kiengedték a virágos mezőre. A lovag így szólt házigazdájához: Ha nem is lettél volna ilyen barátságos és vendégszerető, alig szabadultál volna meg ma tőlem, kedves öreg halász. Mert, amint látom, széles tófekszik előttünk. Attól pedig mentsen meg a jó Isten, hogy napszáltakor vissza lovagoljak kell különös erdőbe. Ne is szaporítsuk erről a szót, mondta a halász, és bevezette vendégét a kunyhóba. amelynek gyenge parazsa megvilágította a homályos, tiszta szobát, nagy karosszékben ült a halász öreg felesége. Az előkelő vendég láttára barátságosan köszönve felkelt, de mindjárt vissza is ült a díszhelyre, anélkül, hogy az idegennek felkínálta volna. A halász mosolyogva jegyezte meg, ne vezzokon, fiatal lovag, hogy nem engedi át neked a legkényelmesebb széket, de szegény embereknél az a szokás, hogy az öregeké a főhely. – Egy ember! – mondta az asszony szelít mosolya. Hová gondolsz? – Hiszen vendégünk nem pogány. Hát hogyan jutna a lelkemnek eszébe, hogy az öregeket elkergesse a helyükről? – Ülj le, ifjú lovag! – folytatta a vendég felé fordulva. – Van ott egy kedves kis szék, de vigyázz vele, mert az egyik lába már nem áll nagyon szilárda. A lovag óvatosan közelebb húzta a széket, és leült. Úgy érezte, hogy ez a kicsiny otthon már is nagyon hozzánőtt a szívéhez, mintha most ért volna haza messze idegemből. A három jó ember barátságos és bizalmas beszélgetésbe kezdett. Az erdőről, amelyről a lovag újra meg újra érdeklődött, a halász nem akart sokat tudni. Különösen ilyenkor, az éj közelettekor, mondta, nem szabad erről beszélni. Annál többet mesélt az öreg házas pár a háztartásukról és életük folyásáról. És nagyon szívesen hallgatták a lovagot, aki utazásairól beszélt, és elmondta, hogy vára van a Duna forrásainál, és hogy Ringstetteni Huldbrand a neve. A beszélgetés közben az idegen csobogást hallott az alacsony ablakocska felől, mintha valaki vizet fröcskölne. A halász a nesz hallatára komoron ráncolta a homlokát, amikor pedig valóságos áradat hullott az üvegre, és a víz a rozoga ablakkereten át a szobába is befröccsent, bosszúsan felállt, és fenyegetőn szólt az ablak felé. – Undine! Nem hagyod abba ezeket a gyerekségeket? Különösen ilyenkor, amikor vendég is van a kunyhónkban! Odakünt csend lett, csak halk kacagás hallatszott, és a halász visszatérve a helyére így szólt. Nem szabad rossz néven venned, tiszteletre méltó vendégem, és talán még más pajkosságát is meg kell majd bocsátanod, de nem rosszaságból teszi. Nevelt lányunkról, undinéről van szó. Nem tud leszokni a gyerekes viselkedésről, ha bár édes tova már 18 esztendős lesz. De, ahogy mondtam, a szíve alapjában véve jó. Könnyen beszélsz, vágott közbe fejcsóválva az öregasszony. Ha haza jössz a halászatról, vagy az utadról, akkor ezek a bosszantások egész kedveseknek látszhatnak. De ha egész nap az ember gyakán lóg, egy okos szót ki nem mond, és ahelyett, hogy öregségemre a háztartásban segítségemre lenne, még azon kell törnöm a fejemet, hogy a bolondságai ne tegyenek tönkre egészen. Ez már lényegesen más dolog, és végül még az angyalok türelme is kifogyna. No, no, mondta mosolyogva a házigazda. Neked undinével van bajod, nekem meg a tóval. Az ár néha áttöri a gátjaimat és a hálóimat, de azért mégis szeretem, és minden kereszted és nyomorúságod mellett te is kedveled a kedves gyermeket, ugye? Hát, komolyan nem igen nehez telhet rá az ember, mondta az öreg néni, és mosolyogva bólintott. Ekkor hirtelen feltárult az ajtó, és egy csodaszép szőke lány szaladt be nevetve. – Ugye becsaptál, apám? – mondta. – Hol a vendég? Ebben a pillanatban vette észre a lovagot, és csodálkozva állt meg a szép ifjú előtt. Huldbrand kedvtelve nézte a bájos teremtést, és kedves arcvonásait jól emlékezetébe akarta vésni, mert azt hitte, csak a meglepetés enged neki erre alkalmat, és a lány rövid idő múlva zavartan el fog fordulni tőle. De egészen más történt. A lány, miután hosszú ideig nézte, barátságosan közeledett hozzá, letértelt előtte, és miközben azzal az aranypénzzel játszadozott, amely egy vastag láncon lógott a lovag nyakában, így szólt. Elnyett egy gyönyörű, kedves vendég. Hogyan kerültél végül ide a mi szegényes kunyhónkba? Ugye évekig kellett bolyonganod a világban, míg ide találtál? A vad erdőből jössz, szépséges barátom? A házsártos öregasszony nem is engedte felelni az ifjút. Felszólította a lánykát, hogy amiként illik, keljen fel, és lásson munkához. De Undine... Feleletre sem méltotta, hanem egy kis padot tett Hudbrand széke mellé, és kézi munkáját fogva barátságosan így szólt. Itt akarok dolgozni? Az öregember úgy tette, hogy elkényeztetett gyermekeikkel szoktak bánni a szülők, mintha észre sem vette volna Undine neveletlenségét, másra akarta terelni a szót. De a leány visszatért előbbi kérdéséhez. Azt kérdeztem, Mondta, hogy kedves vendégünk honnan jött, és még nem kaptam feleletet. Az erdőből jövök, szépséges leány, felelte Hultbrandt. Undine így folytatta, most el kell mesélned, hogyan jutottál a vadomba. Mert az emberek rendszerint elszokták kerülni, és el kell mesélned azt is, hogy milyen csodálatos kalandjaid voltak, mert ilyenek nélkül alig lehet keresztül hatolni rajta. Hútbrandon enyhe borzongás futott át, amint visszaemlékezett útjára, és önkéntelenül az ablak felé pillantott, mert úgy rémlett neki, hogy a különös árnyak egyike, amelyekkel a vadonban találkozott, bevigyorog a szobába. De csak mély, Fekete sötétséget látott, mert odakin már leszállt az éj. Összeszedte magát, és épp bele akart kezdeni történetébe, amikor az öreg halász félbeszakította: Egy szót lovagúr! Nem ez az ideje az ilyesminek! Undine haragosan felugrott padocskájáról szép karját csípőre tette, és közvetlenül a halász elé így szólt. Ne meséljen, apám! Ne tegye! De én akarom! Meséljen! Igenis, meséljen! apró lábával dühösen toppantott, de oly szívderűtően, bájos módon, hogy Huldbrand most még kevésbé tudta levenni róla a szemét, mint előbb, amikor szelíden beszélgetett. Az öreg emberből azonban teljes erővel tört ki az eddig visszatartott bosszúság. Hangosan összesítte Undinét szófogadatlanságáért és a vendéggel szemben tanúsított modortalan viselkedéséért, és a jó öregasszony is segített neki a szidásban. Ekkor Undine így szólt: Ha veszekedni akartok, és nem akarjátok megtenni, amit kívánok, akkor aludjatok egyedül ebben a vén, füstös konyhóban. És mint a nyíl, kiszaladt az ajtón, és eltűnt a sötét éjszakában. Huldbrand lovag és a halász felugrottak helyükről, és a haragos lány után szaladtak. Mire azonban a kunyhó ajtajáig értek, Undine már egészen eltűnt a felhős sötétségben. És könnyű lábainak dobbanása sem árulta el, hogy milyen irányba futhatott. Huldbrand kérdőn nézett házigazdájára. Majdnem úgy tűnt neki, hogy az egész bájos jelenség, amelyet most oly hirtelen elnyert az éjszaka, csak folytatása azoknak a csodálatos látomásoknak, amelyek a vadon sűrűjében bolondították. De az öreg ember így morgott a szakálába. Hmm, nem ez az első eset, hogy így tesz velünk. Most itt ül a félelem a szívünkben, és az álom egész éjjel elkerüli a szemünket. Mert ki tudja, nem esik-e valami bántódása, ha a sötétségben egyedül van hajnal hasadtáig. Hát akkor menjünk utána atyám az Istenért, kiáltott fel rémülten Huldbrand. De az öreg így felelt. Minek? Bűn volna, ha engedném, hogy egyedül kövesd a bolondos lányt az éjjel magányába. Vén lábaim pedig nem érik utól az ugrifülest, még ha tudnám is, hogy merre szaladt. De legalább kiáltozzunk utána, és kérjük, hogy térjen vissza, Mondta Hultbrand, és hangosan könyörögni kezdett. Undine, kis undine, gyere vissza! Az öreg csak rázta a fejét, és azt mondta, hogy a kiabálásnak semmi haszna sincs. A lovak bizonyára nem tudja még, milyen dacos a kicsike, de azért nem bírta megállni, hogy ő is többször belene kiáltson a sötét éjszakába. Undine! Kedves undine, kérlek! Csak még ez egyszer, gyere vissza! De úgy történt, hogy a halász megjósolta. Undinének nem volt se híre, se hamba. És mivel az öreg sehogyan sem akarta engedni, hogy Huldbrand keresse meg a kis szökevényt, végül is vissza kellett térniük a kunyhóba. Zene A tűzhely már majdnem egészen kihűlt, és a háziasszony, aki korán sem vette annyira szívére Undine szökését és az őt fenyegető veszedelmeket, mint az ura, már lefeküdt. Az öreg újra felszította a parazsat, száraz fát tett rá, és a fellobbanó tűz fényénél boros korsót kerített elő, amelyet maga és vendége közé az asztalra állított. De is aggódsz a bolondos leány miatt lovag, mondta. Inkább beszélgessünk és ígyuk át az éjszaka egy részét, semmint hiába várjuk az álmot a fekhelyünkön. Igazam van? Hultbrand szívesen beleegyezett. A halász, a háziasszony megürült karosszékébe ültette a vendéget, és idogálva beszélgettek, ahogy jóra való és barátságos férfiakhoz illik. Persze, valahányszor megmozdult valami az ablak előtt, de néha akkor is, ha semmi sem hallatszott, egyikük felpillantott és azt mondta. Undine jön. Aztán néhány másodpercig csendben maradtak, és később, mint hogy nem jött senki, fejüket csóválva és sóhajtózva folytatták a beszélgetést. De mivel alig bírtak másra gondolni, mint Undinére, a lovak hallani akarta, miképpen került a lány az öreg halász kúnyójába. A halásznak meg nem volt jobb dolga, mint hogy elmondja a történetet, amelyet majd a következő fejezetben mesélek el. Tünemény. Mióta régi krónikákban különös fényedre találtam, Hányszor szállt békesség belém. Hogy simult hozzám életed, panaszt suttogva a fülemnek, Mint aki félig szende gyermek, félig meg elkényeztetett. Ám halk szavaid azután, hogy hallhassák őket akárhol, Arany bevont a kapujából, világgá zengte citerán. Sok szív volt, mely megszeretett, szeszélyes lényed ellenére. Olvasni soknak lett igénye, rólad írt kicsi könyvemet. Híret fogják majd hallani undíne ismét. A terembe lép be bizalommal betelve, mert nem fogsz szégyet vallani. Köszönts minden nemes urat, de mindenek előtt köszöntsed a kedves német honi nőket. Tudom, mind szívébe fogad. S ha kérnek, mond, lovag vagyok. A nőt szolgálom lakomákon, táncban és tornán, citerázom, és érettük kardot forgatok. Ringstetteni Huldbrand lovag hallani akarta, hogy miképp került Undine, a bájos, bolondos lány a halász konyhójába. Az öreg a következőképpen kezdett bele a történetbe. Tizenöt éve lehet már annak, hogy egyszer a vad erdőn keresztül a város felé tartottam az árummal. Feleségem, mint rendesen ezúttal is itthon maradt. Különös oka is volt erre abban az időben, mert a isten akkor már vénülő korunkban egy gyönyörű szép gyermekkel ajándékozott meg. Lány volt, és már arról beszélgettünk, hogy a kis jövevény kedvéért ne hagyjuk el kies félszigetünket, hogy az Isten adta gyermeket lakottabb tájokon jobban nevelhessük. Persze, szegény embereknél az ilyesmi nem megy olyan könnyen, mint hinnéd, lovagúr, de hát, Istenem, minnyájunknak meg kell tenni annyit, amennyit csak bír. Ez a história motoszkált a fejemben út közben. Ezt a helyet, ahol most élünk, igazán szerettem, és valósággal összerázkodtam, ha a város zajában és zsivajában elgondoltam, nem sokára te is ebben a zsibvásárban ütött fel a sátorfádat, vagy nem sokkal csendesebb helyen. De azért nem szálltam perbe a jó Istennel sőt, szívemből hálát adtam neki a gyermekért. Hazudnék, azt mondanám, hogy az erdőben oda vagy visszamenet valami különösebb dolog történt velem. Soha nem láttam a vadonban kísérteties dolgot. Az úr mindig velem volt az erdő sűrűjében. A halász levette a sapkát kopasz fejéről, és rövid ideig imába merült. Aztán megint feltette a fejére, és folytatta. Itt szakadt rám a baj. Az erdőn innen. A feleségem jött elém, és szemeiből úgy ömlöttek a könnyek, mint két patak. Gyászruha volt rajta. Szent Isten, nyögtem. Hol van az édes gyermekünk? Mond, hol van? Annál, akit szólítottál, jó uram, felelte, és csendesen sírdogálva együtt mentünk be a konyhóba. Kerestem a kis holtestet, és akkor tudtam meg, hogy volt a képpen mi történt. A feleségem a tópartján ült a kislányjal, és amint gond nélkül boldogan játszadoztak, a kicsike egyszerre előrehajolt, mintha valami gyönyörű szépet látna a vízben. A feleségem még látta, amint nevet a kis angyal, és kezével a víz tükör felé kapkod. Ekkor hirtelen mozdulatta a kicsúszott karjaiból, és a hullámok közé esett. Sokat kerestem a kis halottat, mint hiába, nyomát sem találtam. <Sessz> Nos, mi ketten most már gyermektelen szülők, folytatta a halász. Azon az éjjelen csendesen üldögéltünk a kunyhóban. Beszélgetéshez még akkor sem lett volna kedvünk, ha a könnyektől szólni tudtunk volna. Csak bámultunk a tűzhely lángjába. Hirtelen valami nezt hallottunk az ajtónál. Az asszony felugrott, és a küszöbön ott át mosolyogva egy díszesen felöltözött három-négy éves csodaszép leányka. Megnémultunk a bámulattól, és eleinte nem is tudtam, valóságos kis emberfia-e, vagy valami látomás. Ekkor vízcseppeket vettem észre aranyhaján és díszes ruháin, és arra következtettem, hogy a szép gyermek a vízben volt, és talán gondozni kellene. Asszony, mondtam, a gyermekünket már nem mentheti meg senki. Legalább más embereknek tegyük meg azt, amit ha valaki nekünk megtehetne. A legboldogabb emberekké lennénk a világon. Levetkőztettük a kislányt, lefektettük, és melegítő italt adtunk neki. Nem szólt egy szót sem csak tengerkék mennyország szemével folyton mosolyogva ránk bámult. Reggel már tudtuk, hogy nem esett komolyabb baja, és megkérdeztem, kik a szülei, és hogyan került ide. Kusza csodálatos történetet mondott el. Messziről jött, az bizonyos, mert nem csak a származását nem tudtam kikutatni 15 év alatt, de néha olyan furcsa dolgokról beszél, hogy a magam fajta ember egyenesen azt hihetné, hogy a holdról csöppent ide. Aranykastélyokról, kristályos tetőkről is tudja Isten, hogy még mikről beszél. A legvilágosabb dolog, amire emlékszik, az, hogy anyjával a nagy tavon hajóztak, és a bárkából a vízbe esett. Csak itt ért magához a fák alatt, és a szép partvidék jókedvre derítette. Most már csak egy nagy gond nyomta a szívünket. Az persze természetes dolog volt, hogy vízbe fúlt kedves kicsikénk helyett a talált gyermeket fogjuk megtartani és felnevelni. De ki tudhatta, hogy a gyermeket megkeresztelték-e, vagy sem? Ő maga nem tudott erről felvilágosítást adni többször azt felelte a kérdésünkre, hogy ő is a jó Isten teremtménye, és hogy mindenre hajlandó, ami Istennek tetsző dolog. Az asszony, meg én így gondolkodtunk, ha nincs megkeresztelve, úgy nem szabad késlekedni. Ha pedig megkeresztelték, hát jó dologból inkább a kevés árt, mint a sok. Ennél fogva jó keresztnevet nevet kerestünk számára, mert még csak szólítani sem tudtuk rendesen. Végre megállapodtunk a Dorottya névben, mert egyszer azt hallottam, hogy ez a név annyit jelent, hogy amit Isten adott. És őt Isten küldte nekünk ajándékba vigasztalásul nyomorúságunkban. De a kislány hallani sem akart erről. Azt mondta, hogy szülei Undinének hívták, és azt akarja, hogy ezentúl is ez legyen a neve. Nekem úgy rémlett, hogy ez valami pogány név, és nem található meg semmiféle kalendáriumban, hát a városbeli paphoz fordultam tanácsért. Ő sem akart hallani az Undine névről, de hosszas könyörgésemre elkísért ide a kísérteties erdőn át, hogy a keresztelést a kunyhónban végezzel. A kicsike olyan díszesen és olyan bájosan került elénk, hogy a lelki atya mindjárt szívébe zárta. Úgy tudott neki hízelegni, és néha oly kedvesen dacoskodott, hogy a pap végül is teljesen elfelejtette mindazokat az érveket, amelyeket az Undine név ellen fel akart vetni. Így Undine lett a neve. A keresztelés alatt végig szófogadón és kedvesen viselkedett, ha bár máskor mindig vad és nyughatatlan volt. Mert abban igaza van a feleségemnek. Tengerbajunk volt vele. Ha el akarnám mondani, a lovag ekkor félbeszakította a halást, és figyelmeztette a zajra, amely az ajtó felől hangzott. Már az öreg elbeszélése alatt úgy tűnt neki, mintha hatalmas folyam zúgna odakin, és most, mintha árvíz hömpölyögne a kunyhó ablakai alatt. Gyorsan az ajtóhoz ugrottak. A felkelő hold fényénél látták, hogy az erdőből folyó patak vad folyam dagadt, és sziklákat meg fatörzseket ragad magával örvénylő hullámaiban. Mintha a zúgás ébresztette volna fel, a vihar is előtört az éj felhőiből, és a hold előtt nyílsebesen kergette őket. A tó felordított a szél csapkodó szárnyai alatt, a félsziget fái gyökerüktől a koronájukig nyögtek, és szédülve hajoltak a rohanó ár fölé. Undine, az Isten szerelmért, Undine! kiáltozta a két ilyet férfi. Nem kaptak választ, és ekkor minden egyebet feledve kirohantak a kunyhóból, és kiabálva keresték a lányt, az egyik erre, a másik meg amarra. félelem és kábulat mind jobban elfogta Hultbrandot, Minél tovább kereste hiába az éj sötétjében Undinét. Az a gondolat, hogy a lány csak valami erdei káprázat. Mindig erőt vett rajta, sőt most. A hullámok és a szélvihar zúgása, a fák recsegése közben, a gyönyörű vidék teljes átalakulásának láttára, csak nem az egész félszigetet, kunyhójával és lakóival együtt, valamiféle csalogató állam képnek tartotta. De messziről még mindig hangzottak a halász ilyet kiáltásai, amelyekkel Undinét hívta. A kunyhóból pedig az öreg háziasszony imádkozása és éneklése hallatszott az úgáson át. A lovag végre a kiárat patak partjához ért, és a holdfényben látta, hogy az ár a földnyelvet szigetté változtatva a kísérteties erdő felé kanyarodott. Édes jó Istenem, Gondolta, lehet, hogy Undine néhány lépésnyire bemerészkedett a borzasztó vadomba. Talán éppen bájos dacosságában, mert nem meséltem magamról semmit, és most az árvíz elszakította tőlünk, és egyedül sír odaát a kísértetek között. A rémület kiáltása hagyta el ajkát, és gyorsan átmászott néhány sziklán és fatörzsön, hogy a rohanó folyóhoz jusson, és átgázolva vagy átúszva a túlsó parton keresse meg az elveszett lányt. Ugyan eszébe jutottak mindazok a rémületes dolgok, amelyeket a nappal látott a most zúgó-búgó fakoronák alatt. Úgy rém lett neki, mintha egy hosszú fehér ember, akit olyan jól ismert, vigyorogva és bólogatva állna a túlsó parton, de éppen ezek a borzasztó látomások késztették előre, mert elgondolta, hogy Undine halál félelmében közöttük van egyedül. Egy vastag fenyőágat ragadott meg, és arra támaszkodva állt az örvénylő hullámok közt, alig bírva velük a küzdelmet, de azért erős lélekkel folytatta útját. Hirtelen megszólalt mellett egy kedves hang. Ne bízzál benne, ne higgy neki. Gonosz az öreg, a folyam, ismerte ezt az édes hangot. Megbűvölve állt az árnyékban, amelyet a hold elé vonuló egyik felhő idézett elő, és szédült a hullámok rohanásában, amelyek nyílsebesen száguldottak tovább combjai mellett. Mégsem akart engedni, ha nem vagy valóság, ha csak ködös látomásként táncolsz körül. Akkor én sem akarok élni, árny akarok lenni, mint te, édes, kedves undéne így kiáltott fel, és mélyebben nyomult előre a vízben. Néz körül hát, néz már körül szép, megbabonázott lovag, hangzott most közvetlenül mellette. És a lovag oldalra pillantva az újra előtűnő holt fényénél, magas fák ágai alatt az árvíz által létrehozott szigeten, undénét látta meg, aki mosolyogva simult a virágok és a füvek közé. Ó, mennyivel szívesebben használta az ifjú fenyőfa ágát botnak most, mint korábban. Néhány lépéssel átgázolt a hullámokon, amelyek elválasztották a lánykától, és az egyszerre csak ott állt mellette, a fűvel benőtt kis térségen. Ős régi fák zúgtak felette, és védelmezték. Undine kissé felemelkedett a zöld lombsátorban, karjait a lovak nyaka köré fonta, és lehúzta maga mellé a puha fekhelyre. Itt mesél nekem, szép barátom, mondta súgva. Itt nem hallanak a mogorva öregek. Annyit pedig bizonyal ér a mi sátrunk, mint az ő szegényes kunyhójuk. Ez, Ez itt a mennyország, mondta Huldbrand, és ölelte, csókolta a hízelkedő szép lányt. időközben az öreg halász is a folyam partjához ért, és átkiáltott a fiatalokhoz. – Ejnye! Lovagúr! Házamba fogadtalak, mint ahogy egyenes lelkű emberhez illik? És most titokban a nevelt lányommal csókolózol, s ráadásul egyedül hagysz félelmemmel az éjszakában? – Én is csak most találtam meg, bátyám! – felelte hangosan a lovag. – Annál jobb! – mondta a halász de most késedelem nélkül hozd vissza a szárazföldre! De Undine hallani sem akart erről. Kijelentette, hogy inkább bemegy a szép idegennel a vadon legsötétebb sűrűjébe, mint sem, hogy visszatérjen a kunyhóba, ahol nem teljesítik kívánságait, és ahonnan a lovag előbb-utóbb úgy is távozni fog. Hultbrandot átölelve kimondhatatlan bájjal énekelni kezdett. Esvögyből a hullám, üdv sóváram kifut, nincs a tengerbe jutván számára visszaút. Az öreg halász keserves sírással kísérte a dalt, de ez egy cseppet sem hatotta meg a lányt. Csókolta és becézgette kedvesét, aki végül is így szólt hozzá. Undine, az öreg bánkódása te szívedet nem is érinti. Az enyémet megfájdítja. Menjünk vissza hozzá. A leány csodálkozva nyitott a tágra nagy kék szemét, és lassan, akadozva, végre így szólt. Ha úgy gondolod, jó, neked mindenben szót fogadok de előbb meg kell ígérnie az öregembernek, hogy ellentmondás nélkül megengedi, hogy elmeséld, mit láttál az erdőben. A többit majd meglátjuk. Jól van, csak gyere vissza, mondta a halász, és meghatottságában szólni sem tudott többet. Karjait felétárta a hullámok felett, és fejével bólogatott, Amivel jelezni akarta, hogy teljesíti a lány követelését. Fehér haja közben különös módon hullott az arcába, és Huldbrandnak önkéntelenül a bólogató fehér emberre kellett gondolnia, akit az erdőben látott. De nem zavartatta magát, hanem felkapta a szép leányt és átvitte a folyamon, amely a szigetecskét elválasztotta a szárazföldtől. Az öreg halász átölelte Undinét, és nem tudott betelni csókjaival. Az öreg asszony is odajött, és hízelkedve becézgette a kis szökevényt. Egyetlen szemrehányás sem esett, annál kevésbé, mert dacát feledve, Undina is elhalmozta nevelőszüleit kedveskedéseivel és barátságos szavaival. Mire végre kisé alá hagyott a viszontlátás nagy öröme, már a hajnal hasadt a tó felett. A szélvihar elült, a madarak vidáman csicseregtek a nedves ágakon. Mint hogy Undéne mindenképpen hallani akarta a lovag elbeszélését, az öregek mosolyogva egyeztek bele, hogy a kívánság teljesüljön. Reggelit vittek a fák alá amelyek a kunyhó mögött, a tó partján álltak, és elégedett szívvel ültek le. Undine határozott kívánsága szerint a lovag lábainál leheveredett a fűbe, s Hultbrand elkezdte történetét. <Szorítan> Cünemény. Mióta régi krónikákban különös fényedre találtam, hányszor szállt békesség belém. Hogy simult hozzám életed, panaszt suttogva a fülemnek, mint aki félig szende gyermek, félig meg elkényeztetett. Ám halk szavaid azután, hogy hallhassák őket akárhol, arany bevont a kapujából, világgá zengte citarán. Sok szív volt, mely megszeretett, szeszélyes lényed ellenére. Olvasni soknak lett igénye, rólad írt kicsi könyvemet. Híret fogják majd hallani undíne ismét. A terembe lép be bizalommal betelve, mert nem fogsz szégyet vallani. Köszönts minden nemes urat, de mindenek előtt köszöntsed a kedves német honi nőket. Tudom, mind szívébe fogad. Ha kérnek, mond, lovag vagyok, a nőt szolgálom lakomákon, táncban és tornán, citerázom, és érettük kardot forgatok. A halászkonyhó mögött, a tópartján, a fák alatt reggelit fogyasztva hallgatta az öreg halász és felesége, Továbbá Huldbrand lábain áll a fűbe heveredve, Undine a lovak történetét. Körülbelül nyolc nappal ezelőtt érkeztem meg Lóháton a fővárosba, amely az erdőn túl fekszik. Nem sokára szép lovagi játékok kezdődtek gyűrű szurkáló versenyekkel, és én nem kíméltem sem a paripámat, sem a láncsámat. Amint egyszer megálltam a korlát mellett, hogy kipihenjem a kedvemre való fáradalmakat, és amint sisakomat átnyújtottam az egyik apródomnak, tekintetem egy csodaszép nőre esett, aki a leggyönyörűbb díszben ült az egyik erkélyen, és szemlélte a látványt. Kérdezősködtem a szomszédomtól, és megtudtam, hogy a szépséges leányt Bertaldának hívják, és hogy nevelt lánya a közelben lakó nagyhatalmú fejedelemnek észrevettem, hogy ő is néz engem. És amint az nálunk ifjú lovagoknál szokás, ha addig jól lovagoltam, most még jobban igyekeztem. Este a bálon Bertalda táncosa voltam, és kísérője maradtam az ünnepé valamennyi napján. Lelógó bal kezén Huldbrand egyszerre éles fájdalmat érzett és hirtelen félbeszakította elbeszélését, hogy meglejje a fájdalmokát. Hultbrand ujjaiba undéne harapott bele erősen gyöngyfogaival, arca pedig komor és dühös kifejezést öltött. Majd hirtelen barátságosan és szomorúan nézett a lovak szemébe, és halkan ezt csukta. Igazán megérdemelted. Aztán eltakarta arcát, a lovak pedig zavartan is elgondolkozva folytatta el beszélését. Gőgös, különös leány az a Bertalda. A második napon már korán sem tetszett annyira, mint az elsőn, a harmadikon meg még kevésbé. De körülötte maradtam, mert barátságosabb volt hozzám, mint más lovagokhoz, és így történt, hogy egyszer tréfából elkértem tőle a kesztyűjét. Megkapod, ha hírt hozol nekem, hogy mi van a hírhet erdőben, felelte. De egészen egyedül kell menned. Nem nagyon érdekelt a kesztyű, de ha már kimondtam a szót, és egy igazi lovag előtt nem kell megismételni az efféle kívánságot. Azt hiszem, szeretett, szakította félbe a lovagot undéne. Lehet, felelte Hultbrand. No, akkor ugyancsak balond lehet, mondta nevetve a leány. Elkergeti magától, akit szeret. Méghozzá hírhet erdőbe. Én ugyan nem lettem volna kíváncsi sem az erdőre, sem a titkára. Tehát tegnap reggel útra keltem, folytatta a lovag, és barátságosan mosolygott undinére. A hajnal pírja, amely elterült a zöld mezőn, Vörösre festette a karcsúfa törzseket. A levelek olyan vidáman susogtak, hogy szívből kacagtam azokon az embereken, akik egy ilyen kedves helyen kísérteties dolgokat látnak. Kellemes megelégedettséggel mondogattam magamban, hogy nem sokára túl leszek ezen az egész úton oda-meg-vissza, és még mielőtt gondoltam volna rá, már mélyen benyártam a zöld sűrűségben és nem láttam a mögöttem fekvő síkságot. Ekkor jutott eszembe először, hogy a hatalmas erdőben könnyen eltévedhetek, és hogy talán ez az egyetlen veszély, amely itt a vándort fenyegetheti. Megálltam hát, és megnéztem a mindinkább emelkedő nap állását. Amint így felpillantottam, valami feketességet láttam az egyik sudár töltyfa ágai között. Már azt gondoltam, hogy medve, és a kardom után kaptam, amikor emberi hangon, de reketten és csúnyán megszólalt. Ha nem csipegetném le az ágakat, vajon min sütnének meg ma éjfélkor, kotnyeles úr? És úgy vigyorgott és zizektett az ágakat, hogy a lovam felhorkant, és ágaskodva elrohant, még mielőtt szemügyre vehettem volna, hogy milyen ördög fajzatával volt is dolgom. Ezt a szót nem kell, nem szabad kimondanod, mondta az öreg halász keresztet vetve. A háziasszony szótlanul utánozta. Undine mosolygó szemekkel nézett a kedves mesélőre, és megjegyezte. Az a legjobb a dologban, hogy mégsem sütötték meg. Mond tovább, szép ifjú. A lovak folytatta el beszélését. Megbokrosodott lovam majdnem neki szaladt a fatörzseknek és az ágaknak. A félelem és a száguldás kiizzasztotta, mégsem akart megállni. Végül egyenesen egy sziklás meredé felé rohant. Ekkor hirtelen úgy tűnt nekem, mintha egy magas, fehér ember feküdt volna keresztbe, a megvadult mén útjába. A ló ilyetten megtorpant, így újra a hatalmamba került, és most láttam csak, hogy megmentőm nem fehér ember, hanem kristálytiszta patak, amely közvetlenül mellettem folyt le egy dombról, feltartóztatva lovam rohanását. Köszönöm, kedves patak! kiáltott fel undénet tapsolva. Az öreg halász fejcsóválva és elgondolkozva nézett maga elé. a nyeregbe, és alig fogtam marokra a kantárt, folytatta Huldbrand. Furcsa kis emberke át mellettem. Pici volt, és borzasztó csúnya. Egészen barna színű. Az óra meg nem sokkal kisebb, mint az egész emberke. Széles szájával, buta udvariassággal vigyorgott rám, és folyton bókolt és hajlongott felém. Mivel nem tetszett a tréfa, röviden köszöntem, megfordítottam még mindig remegő lovamat, és más kalandot, vagy ha efélét nem találnék, a hazafelé vezető utat kerestem, mert a nap vad rohanásom közben már átjutott déli tetőpontján, és nyugat felé hanyatlott. De ekkor a kis fickó villámgyors mozdulattal újra a lovam elé ugrott. Utat! mondtam magorván. A van megvadult, és könnyen elgázolhat. Ejje! Ejje! Krákokta fickó, és még sokkal butában vigyorgott. Előbb adj egy kis jutalmat, hiszen én tartóztattam fel a lovacskát. Nélkülem már a lovaddal együtt lenfeküdnél a sziklás szakadékban, E? Ne fintorgasd már az arcod, mondtam neki, és fogd ezt a pénzt, a ha hazudtál is, mert lásd, az a jó patak, az mentett meg, nem pedig te, szegény ördög. Majd aranypénzt dobtam furcsa sapkájába, amelyet kódus módra elém tartott. Azután tovább lovagoltam, de az emberke folyton a hátam mögött kiabált, és egyszerre csak éthetetlen gyorsasággal mellettem termett. Sebesebb vágtatásra ösztökéltem lovamat, de a rém velem tartott, ha szemmel láthatóan nehezére esett is. Testét félig nevetségesen, félig borzalmasan ide-oda ficamította, és az aranypénzt folyton magasra tartva minden ugrásnál így kiáltott. Hamis pénz! Hamis arany! Hamis pénz! Minden szónál olyan kínosan szipákoltam melle, hogy azt hihette az ember, mindjárt holtan rogy össze. Csúnya piros nyelve hosszan kilógott szájából. Magamból kikelve megállítottam a lovat, és azt kérdeztem. Miért kiabász? Itt van még egy arany, itt van még kettő, de most már engedj utamra! A szegény kis ördög újra belefogott visszataszító bókolásába, és így károgott. Arany nem kell, arany nem kell, ifjú Ebből a szemérből magamnak is sok van, meg fogom mutatni! Ekkor hirtelen keresztül láthattam a zöld pázsiton, mintha zöld üveg volna. A talaj kerekké dudorodott és a föld alatt seregnyi kobold dobálózott az ércel, és kötekedve aranyport szórtak egymás arcába. Csúnya kísérőm, félig közöttük állt, félig kinn. Sok-sok aranyat nyújtottak fel neki, kacagva mutogatta nekem, aztán meg visszadobta a feneketlen mélységbe. Majd azt az aranypénzt mutatta meg a koboldoknak, amelyet én ajándékoztam neki azok majdnem halálra nevették magukat, és rám piszegtek. Végül hegyes, érctől piszkos ujjaikat nyújtogatták felém, s vadabbul és vadabbul és vadabul, sűrűbben és sűrűbben, s mindig űrültebben közeledett felém a tömeg. Rémület fogott el, mint előbb a lovamat. Megsarkantyúztam, és magam sem tudom, milyen mélyen, de másodszor is belovagoltam az erdő sűrűjébe. Amikor újra megálltam, leszállt a hűvös est. Az ágak között fehér ösvény világított felém, és úgy véltem, az erdőből a városba vezet vissza. Át akartam törtetni a sűrűségen, de egy hófehér, bizonytalan arc, amelynek vonásai folyton változtak, rám pillantott a falevelek közül. Ki akartam kerülni, de bármerre fordultam is, mindig ott volt előttem. Feldühödve neki akartam rohanni a lovammal, de ekkor fehér habot szórt felénk, úgyhogy meg kellett fordulnunk. Így lépésről lépésre eltávolított bennünket az ösvénytől, és egyetlen egy irányba engedett szabadutat. Ha arra felé tartottunk, folyton a nyomunkban volt ugyan, de nem bántott. Felé fordulva észrevettem, hogy a fehér, mozgolódó archoz óriási, ugyancsak fehér test tartozik. Néha azt hittem, hogy egy vándorló szökőkúttal állok szembe, de bizonyosat nem tudhattam meg róla. Fáradtan engedtünk hát a kergető fehér embernek, aki folyton bólogatott a fejével, mintha azt akarná mondani: így már jó, így már jó. Végül is ide ki az erdő végébe, ahol pázsitot, tópartot és ezt a kunyhót pillantottam meg. Itt eltűnt a hosszú fehér ember. Jó, hogy elment, mondta az öreg halász, és arról kezdett beszélni, hogy a vendége mi módon kerülhetne vissza a leggyorsabban a városba. Undine erre egészen halkan elkacagta magát, Hultbrand észrevette, és így szólt. Azt hittem, szívesen látsz. Miért törülsz most, amikor az elutazásomról van szó? <laughs> mert nem tudsz elmenni, felelte Undine. Próbáld csak meg az átjutást a megárat erdei folyamon. Hm? Akár csónakban, akár lovon, vagy gyalog, ha így tartja kedved. Vagy inkább ne is, mert szétzúznának a villám gyorsan száguldó fatörzsek és sziklák. Ami pedig a tavat illeti, úgy tudom még nevelő apámnak sem szabad messzire csónakáznia. Hultbrand mosolyogva felkelt, hogy meggyőződjék annak igazságáról, amit Undine mondott. Az öreg halász kikísérte, és a lány nevetve táncolva követte a férfiakat. Mindent úgy találtak, ahogy Undine mondta. És a lovagnak bele kellett törődnie, hogy a szigetté változott földnyelven marad, amíg az árvíz leapad. Amikor mindhárman visszatértek a kunyhóba, a lovag a leány fülébe súgta. Na no és most, kis undíne, haragszol, hogy itt maradok? Ó, hagyd csak, felelte durcásan a lány. Ha meg nem haraptalak volna, ki tudja, mi mindenfélét meséltél volna még Bertaldáról? Kedves olvasóm! Bizonyára megtörtént már veled, hogy hosszas hányattatás után olyan helyre kerültél, ahol jól érezted magad. A házi tűzhely és a csendes békesség utáni sóvárgás, mely minnyájunkat születésünktől elkísér, újra órá lett feletted. Azt hitted, ismét felvirágzik neked az otthon, gyermekkorod bimbóival, és azzal a legtisztább, legbensőbb szeretettel, amely drága sírhantok alól sugázik felénk, hogy itt jó lesz lakni és kunyhót falát megépíteni. Lehet, hogy tévedtél, és a tévedést keserűen kellett megbánnod. De erről itt most ne legyen szó, és bizonyára te sem akarod most elszomorítani magad ezekkel a kesernyés gondolatokkal. De idézd vissza a lelkedbe azt a kimondhatatlanul édes érzést, a békének azt az angyali üdvözletét, és körülbelül tudni fogod, hogyan érezhette magát húz lovag, amíg a félszigeten tartózkodott. Sokszor nézegette jó leső megnyugvással, hogyan rohan az erdei folyó minden nap vadabb düvel, hogyan szaggatja szélesebbre és szélesebbre a partját, egyre jobban elkülönítve a szigetet. A kunyhó egyik sarkában régi íjat talált, megjavította, és a nap egy részét vadászattal töltötte. Az elejtett madarakból jó pecsenye készült a konyhában. A zsákmányával visszatért, Undine majdnem mindig jól megkorholta, amiért elrabolja a kék égen oly vidáman repülő kedves állatok életét. Sőt, a holt madarak láttán néha keserves sírásra fakadt. De ha egyszer másszor zsákmány nélkül tért vissza a lovag, akkor meg azért szitta össze komolyan, hogy ügyetlensége és hanyagsága miatt halakkal és rákokkal kell beérniük. Hultbrand mindig szívből örült a lány bájos durcásságának, annál is inkább, mert kis sértegetéseit kedves hízelkedéssel igyekezett elfeledtetni. A két öreg belenyugodott a fiatalok bizalmas viszonyába, jegyes párnak vagy tán már hitveseknek tekintették őket, akik azért laknak velük az elhagyott szigeten, hogy vénségükre, segítségükre legyenek. Az elzártság az ifjú Huldbrandban is azt a szilárd meggyőződést keltette fel, hogy ő most már Undi nevű legénye. Úgy érezte, az őket körülvevő vízen túl nincs is más világ, vagy hogy már sohasem lehet újra odajutni a többi emberhez. Ha legelésző lova néha rányerített, mintha lovagi tettek felől kérdezni, vagy azokra emlékeztetni, ha a szemébe ötlött címeres pajzsa a nyerek hímzésén és a lótakarón, a szép kardja, mely a kunyhó falán egy szegen lógott, véletlenül leesett, estében kicsúszva a hüvejéből, kétkedését mindig ugyanazzal nyugtatta meg, hogy Undine nem is halászlány, hanem minden valószínűség szerint hatalmas fejedelmi családból származik és messze idegenből érkezett. Csak az kedvetlenítette el a lelkét, ha az öreg asszony az ő jelenlétében korholta Undinét. A szeszélyes lány ugyan rendre pajkosan nevetett a dolgon, és cseppet sem vette komolyan, de a lovag úgy érezte, mintha becsületét bántanák. Mégis igazat kellett adni az asszonynak, mert Undine legalább tízszer annyi szidást érdemelt volna, mint amennyit kapott. De ettől még egyáltalán nem változott meg a szeretete a háziasszony iránt, és életük csendes elégedettségben telt. Még nem egyszer, de erről majd a következő fejezetben. Tülemény. Mióta régi krónikákban különös fényedre találtam, Hányszor szállt békesség belém. Hogy simult hozzám életed, Panaszt suttogva a fülemnek, Mint aki félig szende gyermek, Félig meg elkényeztetett. Ám halk szavaid azután, Hogy hallhassák őket akárhol, arany a kapujából, Világgá zengte citerán. Sok szív volt, mely megszeretett, szeszélyes lényed ellenére. Olvasni soknak lett igénye, rólad írt kicsi könyvemet. Híret fogják majd hallani undíne ismét. A terembe lép be bizalommal betelve, mert nem fogsz szégyet vallani. Köszönts minden nemes urat, de mindenek előtt köszöntsed a kedves némethoni nőket. Tudom, mind szívébe fogad. S ha kérnek, mond lovag vagyok a nőt szolgálom lakomákon, táncban és tornán, citerázom, és érettük kardot forgatok. Ringstetten Hultbrand lovag élete undine mellett az öreg halász és a felesége kunyhójában, csendes elégedettségben telt. Egyszer mégis megzavarta valami. A halász és a lovag ebédnél is este, a odakűn zúgott a szélvész, mint rendesen egész éjjel borozgatni szoktak. Most azonban kifogyott a készlet, amelyet a halász régebben hozott a városból alkalmanként, és a két férfi emiatt meglehetősen elkedvetlenedett. Undine egész nap kacakott rajtuk, de ők nem viszonozták a tréfát, mint máskor. Este felé a lány kiment a kunyhóból. Azt mondta azért, hogy ne lássa megnyúlt és unalmas ábrázatukat. A szürkület megint vihart ígért, a hullámok már zúgva sisterektek, és a két férfi ijedten ment ki az ajtó elé, hogy hazavigyék a lányt, emlékezve az első éjszakára, amelyet Huld Brand a kunyhóban töltött. De... Undine már szembe jut velük, és kezével kedvesen tapsolt. Mit adtok, ha bort szerzek nektek? Vagy nem is kell adnotok semmit? folytatta. Mert már azzal is megelégszem, ha vidámabbak vagytok, és jobbak az ötleteitek, mint ezen a mai unalmas napon. Gyertek velem! A folyó egy hordót dobott ki a partra, és egy egész heti alvás legyen a büntetésem, ha nem bor van benne. férfiak követték, és egy bokrokkal benőtt öbölben csak ugyan hordót találtak, amelynek külseje azt a reményt keltette, hogy valóban azt a nemes italt tartalmazza, amely után vágyakoztak. Gyorsan a kunyhóba hengergették, mert már sűrű felhők vonultak az égen, és az alkonyat homályában látni lehetett, a hullámok hogyan dobják a magasba haptaréjus fejüket, mintha az eső után néznének, amely nem sokára le fog zúdulni rájuk. Undine derekosan segített nekik a munkában, és amikor az eső kisé túlkorán csapott le, vidám fenyegetéssel így kiáltott oda a sűrű felhőknek. Te, te, vigyázz, hogy meg ne nedvesíts bennünket, még korán sem vagyunk fedél alatt. Az öreg ember a bűnös fenhéjázás miatt, de a lány csak halkan kacagott, és egyiküknek sem történt semmi baja. Sőt, minden várakozás ellenére szárazon kerültek a zsákmányukkal a kellemes tűzhely mellé. Az eső csak akkor zúdult le a fekete felhőkből, a vihar csak akkor száguldott át a fák koronáin és a tó felkorbácsolt habjain, amikor a hordót már kinyitották, és nagyszerű, ízletes bor találtak benne. Néhány üveget megtöltöttek a nagy hordóból, amelyben még hosszú időre való készlet maradt. Itogálva és ültek a tűzhely melegénél, védve az odakünduló ítélet időtől. Egyszerre elkomolyodott az öreg halász, és megszólalt. Édes Istenem, itt örülünk szép ajándékodnak, és tulajdonosa, akitől a folyam elvette, talán az életét is elvesztette. No, <hah> ez talán nem történt meg, mondta Undine. És nevetve töltött a lovak poharába. Az pedig így szólt: Becsületem, Rapó, ha megtalálnám és megmenthetném, nem sajnálnám sem az utat az éjszakába, sem a veszedelmet. Annyit mondhatok, ha megint lakott országba kerülök, megkeresem őt vagy örököseit, és sokszorosan megfizetem ezt a bort. Ennek a mondásnak nagyon megörült az öreg, helyeslően bólintott és most már jobb lelkiismerettel és nagyobb élvezettel ürítette ki poharát. De Undine így szólt Huldbrandhoz. A kárpótlásról meg az aranyaidól beszélhetsz, ahogy akarsz. De amit a keresésről meg az éjszakába való kimenetelről mondtál, az oktalan dolog volt. Kisír nem érted a szemeimet, a elvesznél. És ugye te inkább maradsz nálam meg ennél a jóbornál. Hát persze, felelte Huldbrand mosolyogva. Nos, folytatta Undine, akkor pedig bolondságot mondtál. Mindenkinek magára legyen gondja. Minek törődnénk a többi emberrel? A háziasszony sóhajtozva és fejcsóválva fordult el tőle. A halász pedig majdnem megfeledkezett arról, hogy mennyire szívébe zárta a kedves lányt, és korholni kezdte. Úgy beszélsz, Mondta, mintha pogányok vagy törökök neveltek volna fel. Isten bocsássa meg nekem és neked, haszontalan gyermek! De ha így érzem, válaszolta Undine, akárki nevelt is fel, akkor mire jó minden internetek? Hallgass! Kiáltott rá a halász, és a lány, mivel szókimondása mellett nagyon ijedős is volt, összerászkódott. Remegve simult Hult Brandhoz, és súgva kérdezte. Te is haragszol rám, szép barátom? A lovag csak megszorította gyenge kis kezét, és végig simította a haját. Szólni nem tudott, mert az öregember szigorúsága miatt érzett harag, elzárta ajkát, és a két pár ettől fogva kedvetlenül, és kínos hallgatásba merülve ült egymással szemben. Halk ajtókopogás hallatszott a csendben, és minnyájukat megijesztette, mert gyakran megtörténik, hogy egy váratlan csekészség erős hatással van az emberre. Ehhez itt az is hozzájárult, hogy a hírhet vadon nagyon közel feküdt, és a félsziget teljesen el volt zárva az emberektől. Kétkedben néztek egymásra, amikor a kopogás halk nyögéstől kísérve megismétlődött. A lovag kardja után nyúlt, de az öregember így szólt ha az, amitől félek, semmi fegyver sem használ. Eközben Undine az ajtóhoz lépett, majd bosszúsan és merészen így kiáltott. Ha rosszalkodni akartok, ti földszellemek, vagy külleborn, megtanít menneteket. A többiek rémülete furcsa szavak halatára csak emelkedett. Ilyetten néztek a lányra, és Hultbrand épp kérdezni akar tőle valamit, amikor odakint megszólalt egy hang. Nem vagyok én rossz szellem, csak olyan lélek, amely még földi testben lakozik. Ha segíteni akartok rajtam és Istent ismertek, úgy engedjetek be a kunyhóba. Undine e szavak hallatára kitárt az ajtót, és egy lámpással kivilágított a viharos éjszakába. A küszöbön öreg pap állt, aki a gyönyörű lány láttára ilyetten hőkölt vissza. Azt hitte, boszorkánysággal és varázslattal van dolga, amikor a rozoga kunyhó küszöbén ilyen isteni látványban van része. Hangosan imádkozni kezdett. Minden jótét lélek dicséri az urat. Nem vagyok én kísértet, mondta Undi nem mosolyogva. Hát olyan csúnya vagyok. Azon kívül észrevehetted, hogy nem érdek meg az istenes szótól. Én is ismerem Istent, és hozzáfohászkodom persze, mindenki a maga módján, ahogy teremtett bennünket. Lép közelebb, tiszteletre méltó atyám. Jó emberekhez kerültél. A pap hajlongva lépett be, és körültekintett. Kedvesnek látszott, és tiszteletet parancsolt. De fekete ruhája ráncaiból, hosszú fehér szakálláról és galambősz hajfürtjeiből csak úgy csurgott a víz. A halász és a lovak bevezették a kamrácskába, és más ruhát adtak rá, miközben az asszonyok átázott kámzsáját szárítgatták a szobában. Az idegen alázatosan és barátságosan köszönte meg a szolgálatot, de a lovak fényes köpenyét, amelyet az rá akart adni, sehogy sem akart elfogadni. Inkább a halász régi szürke kabátját választotta. Később mindannyian visszatértek a szobába, és a háziasszony átengedte nagy karosszékét a papnak, addig nem nyugodva, még a vendég bele nem ült. Hiszen öreg, mondta, ki is van merülve, azon felül pedig egy házi férfi. Undine az idegen lába alá tolta a kispadot, amelyen máskor Huldbrand mellett szokott ülni, és fáradhatatlan volt abban, hogy az idős férfit körülvette gondoskodásával. Huldbrand ezért tréfás szemrehányás súgott a fülébe, de a lány komolyan felelt. Hiszen annak szolgálja, aki minnyájunkat teremtett. Ezen nem lehet tréfálkozni. A lovag és a halász étellel, itallal kínálták a papot, és az, miután kissé magához tért, elmondta, hogyan indult el előző nap a nagy tavon túl fekvő kolostorból a püspök székhelye felé. Hírt akart adni a püspöknek arról a nyomorról, amelybe a vidék és a kolostor jutott a mostani különös árvizek következtében. Hosszas kerülők után, amelyekre éppen az árvíz kényszerítette. A mai estén a tó egy kiárat ágán akart átjutni két megbízható csónakos kíséretében. Azonban alig érintette a kis jármű a habokat, mondta. Már kitört a rettenetes vihar, amely még most is itt zúg a fejünk felett. Úgy látszott, a hullámok csak ránk vártak, hogy legvadabb őrvénylő táncukba kezdjenek. Mindjárt kitépték az evezőket csónakosaim kezéből, és darabokra zúzva vitték őket tovább és tovább. Mi magunk tehetetlenül a vak természeti erők hatalmában repültünk a tó közepén át ezekhez a távoli partokhoz, amelyeket ködön és hullámverésen át már régen közeledni láttunk. A csónak mindig vadabbul és őrült ebben forgott, nem tudom, felfordult-e, vagy én estem ki belőle. A közeli halál rémétől félve úsztam tovább, míg végül egy hullám ki nem vetett ide a szigetre. A fák alá. Most persze sziget, mondta a halász. De röviddel ezelőtt még fél sziget volt. Amióta a folyam meg a tó megháborodott, minden megváltozott errefelé. Észrevettem, mondta a pap. Amikor a part mentén a sötétségben bolyongtam, mindenütt csak a hullámok vad zúgását hallva. Végre járt ösvényre akadtam, ami kivezetett a hullámverésből. Akkor pillantottam meg kunyhótok lámpását, és ide merészkedtem. Nem tudok eléggé hálálkodni mennyei atyámnak, hogy a vízből való kimenekülésem után ilyen istenfélő emberekhez is vezetett. Annál is inkább, mert ki tudja, Látok-e még életemben rajtatok kívül eleven embert? Miért? kérdezte a halász. Tudhatjuk-e, meddig tart az elemek háborgása? felelt a pap. És én már öreg vagyok. Könnyebben száradhat ki életem folyása, mint az árvíz odakün. Az sem lehetetlen, hogy még több habzó hullám önti el a vidéket az erdőig, és úgy elszakít benneteket a föld többi részétől, hogy halász sem tudtak átjutni. És a szárazföld lakói szórakozásai közben egészen megfeledkeznek rólatok. Az öreg asszony ezek hallatára ilyetten összerázkodott, keresztet vetett, és így szólt. Ettől mentse meg a jó Isten. A halász mosolyogva jegyezte meg. Milyen furcsa az ember, hiszen ez sem volna valami nagy változás, különösen, ami téged illet, kedves feleségem. Sok éven át nem jutottál túl az erdő határán, s láttál-e undinén is rajtam kívül embert? Most még a lovag és a pap is ide kerültek hozzánk. Ők nálunk maradnának, a szigetünket elfelejtenék az emberek, tehát még hasznod is lenne a dologból. Nem tudom mondta az öreg asszony. Mégis különös érzés, ha az ember elgondolja, hogy menthetetlenül el van zárva a többiektől, még ha különben soha nem is látja őket. Te itt maradnál nálunk, suttogta Undine félig dalolva, és oda simult Huldbrandhoz. A vízen túl elterülő világ a pap szavaira mindinkább eltávolodott, és elhomályosult a lovag lelki szem előtt. Csak a virágzó szigetet látta, az zöldelt, az mosolygott mindig üdében a lelkébe. A menyasszony, ennek a kis területnek, talán az egész világnak a legszebb rózsája, ott virult mellette, és a pap is kéznél volt. Mindehez még az is hozzájárult, hogy a háziasszony haragos pillantást vetett a szép leányra, mert az a lelkész jelenlétében úgy odasimult kedveséhez, és úgy látszott, hogy most a barátságtalan szavak egész özöne következik. A lovakból előtört a szó, és a pap felé fordult. Mátkapárt látszik magad előtt, tisztelendő atyám. És ha nincs ellenvetés ennek a lánynak, meg a derék öreg házaspárnak, úgy, még ma este megeskedhetsz bennünket. Az öreg házaspár nagyon elcsodálkozott. Sokszor gondoltak ugyanilyesmire, de még sohasem beszéltek róla. És amikor most a lovak kimondta a szót... Nagyon különösnek és újnak tűnt számukra. Undine hirtelen elkomolyodott és merengve nézett maga elé, míg a pap a közelebbi körülmények után érdeklődött, és az öregeket kérdezte, vajon beleegyeznek-e? hosszas beszélgetés után tisztázódott a dolog. A háziasszony rendbe hozta a fiatalok nászszobáját, és két szentelt gyertyát keresett elő az esketéshez, amelyeket régtől fogva őrzött. A lovag ez alatt arany aranyláncával babrált, és karikát akart róla lefejteni, hogy mennyasszonyával gyűrűt válthasson. Amikor a lány észrevette, hirtelen felriadt merengéséből, és így szólt. Hogy de ezt? Nem egészen szegényen küldtek világá a szüleim. Bizonyára számítottak arra, hogy ez az este is elérkezik. Ezzel hirtelen elhagyta a kunyhót, és nem sokára két értékes gyűrűvel tért vissza, amelyek közül az egyiket vőlegényének adta, a másikat pedig magának tartotta meg. Az öreg halász ámult-bámult, de felesége, aki éppen akkor tért vissza a szobába, még jobban, mert még sohasem látta ezeket a kincseket a gyermeknél. Szüleim, mondta Undine, a gyűrűket bevarták abba a szép ruhába, amelyben hozzátok jöttem. Megtiltották, hogy esküvőm napja előtt bárkinek is szóljak róluk, ezért titokban kifejtettem, és mindmáig rejtegettem őket. A pap elejét vette a további kérdezősködésnek és kíváncsiskodásnak, meggyújtotta a szentel gyertyákat, az asztalra állította őket, és a jegyes párt állította magával. Azután rövid, ünnepélyes szavakkal megeskedte őket. Az idős házaspár pár megáldotta a fiatalokat. A menyasszony pedig remegve és elgondolkozva simult a lovakhoz. A pap törte meg a csendet. Mégis csak különös emberek vagytok, azt mondtátok, hogy ti vagytok az egyedüli emberek a szigetem. pedig az egész szertartás alatt egy tekintélyes, magas ember nézett rám az ablakon át. Fehér köpeny volt rajta. Még az ajtó előtt kell állnia, nem akarjátok behívni? Isten mencs, mondta összerázkódva a háziasszony. Az öreg halász szótlanul rázogatta a fejét, Hultbrand pedig az ablakhoz ugrott. Neki is úgy tűnt, hogy még lát valami fehér sábot, amely azonban csak hamar eltűnt a homályban. Azt mondta a papnak, hogy bizonyára tévedett, és barátságosan beszélgetve minnyáján a tűzhely mellé telepettek.